Sziasztok! A mai ismét egy beszélgetős videó lesz, és egy olyan témáról lesz szó, ami elég gyakran felmerül különböző anyukás fórumokon is, meg az ismeretségi körömben is, és ez az, hogy mennyit és miben segít a férjünk, a párunk a házi munkában, illetve a gyerekek körüli teendőkben, meg a gyereknevelésben. Szerintem ez egy fontos dolog, amiről érdemes beszélni, és úgy gondoltam, hogy ebben a mai videóban elmondom nektek, hogy nálunk hogy van ez, vagyis hogy a férjem mennyit segít ezekben a dolgokban, illetve elmondom nektek, hogy én hogy látom ezt az egészet, és szeretnék egy-két tanácsot is adni erre a témára vonatkozóan. Úgyhogy remélem, hogy hasznos lesz nektek ez a videó, de még mielőtt belevágnánk, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg, illetve nyomjátok meg a kis csengőikont is, mert akkor kapni fogtok értesítést, hogyha új videót töltök fel. Ezen kívül követhettek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, de most már nem húzom tovább az időt, hanem vágjunk bele. Kezdeném azzal, hogy nálunk mi a helyzet. Ugye mi nagyjából, már nem is tudom, talán 10 éve költöztünk össze a férjemmel. Ugye mindketten vidéken laktunk, és Budapestre költöztünk fel együtt. És igazából nálunk már a kezdetektől megvolt ez, hogy a férjem segített a házi munkában. Anélkül, hogy különösebben beszéltünk volna erről, vagy leosztottuk volna a feladatokat, hogy kinek mi a dolga. A férjem már a kezdetektől mindig segített valamennyit a házi munkában. Volt olyan, hogy ő főzött, elmosogatott kérés nélkül, ki is porszívózott. Szóval nálunk ebből igazából soha nem volt probléma, csomó mindent magától megcsinált, vagy hogyha olyan volt, akkor én megkértem, hogy légy szíves segíts ebben, és ezt gond nélkül megcsinálta. És igazából nekem ez a természetes, szerencsére ez az évek alatt sem változott, annak ellenére, hogy rengeteget dolgozik, ugye van egy úgymond rendes 8 órás állása, illetve szokott ugye éjszaka is dolgozni, mert DJ-ként is tevékenykedik, és ennek ellenére mindig is aktívan segített nekem a házi munkában, illetve amióta ugye vannak gyerekeink, a gyerekek körüli teendőkben is. Na most azért azt hozzátenném, hogy a gyerekekkel kapcsolatban azért egy picit más volt a helyzet, mint a házi munkával. Eleinte eléggé bátortalan volt, és szerintem ez teljesen rendben van. Nekünk anyáknak általában ösztönösen jönnek ezek a dolgok, nem mindenkinek, de nekem szerencsére ösztönös volt szinte minden, amit így a gyerekekkel kapcsolatban kellett csinálni, de a férfiaknál ez nem feltétlenül van így, persze itt is vannak kivételek. De a férjem egy olyan típus volt, akinek meg kellett mutatni, hogy mit hogyan csináljon, illetve meg kellett kérnem rá, hogyha a gyerekekkel kapcsolatban valamilyen segítségre szükségem volt, mert ahogy mondtam, eleinte tényleg bátortalan volt, és nem akarta úgymond elrontani a dolgokat. Persze most már ezekbe is belejött, és tényleg simán megeteti a gyerekeket, pelenkázza őket, a fürdetés az abszolút a férjemnek a dolga. Szóval tényleg rengeteget segít nekem, és őszintén szólva ez baromi sokat jelent számomra. És én ennek nagyon örülök, hogy nekem egy ilyen társam van, mert én ezt nem is tudnám máshogyan elképzelni. Így érzem azt, hogy egyenrangú felek vagyunk, hogy nem az van, hogy a nőnek a konyhában a helye is, te csak takarítsál, meg az nem az én dolgom, mert én férfi vagyok, hanem én örülök annak, hogy ő igenis, hogyha arról van szó, elmosogat, vagy éppen meg tud főzni egy vacsorát is. Nyilván ezeket alapvetően én csinálom, de tudom, hogy ő is meg tudja ezeket csinálni, és meg is csinálja időről időre. Alapvetően egyébként azt vettem észre, hogy három csoportra oszthatók a férfiak ebben a tekintetben, hogy mennyit segítenek. Az első csoport az, aki egyáltalán nem segít, tehát ő úgy gondolja, hogy a házi munka, meg a gyereknevelés az a nőknek a dolga, őt hagyják ezzel békén, majd a nő megoldja. A másik csoport az, aki kérés és szó nélkül segít mindenben, magától meglátja, hogy mit tud éppen csinálni, hol van szüksége a feleségének, párjának éppen segítségre, és tényleg szó nélkül megcsinál mindent. A harmadik csoport pedig az, aki
nem igazán látja meg, hogy miben tud segíteni, de hogyha szólnak neki és megkérik rá, akkor viszont szívesen segít. És a férjem egyébként valahol így a második és a harmadik csoport között van, mert hogy egy csomószor meglátja azt, hogy miben tud segíteni, és magától nekiáll és megcsinálja, de van olyan is, hogy éppen nem látja meg, és én szólok neki, hogy légy, segíts már. Hogy mitől függ az, hogy egy férfi mennyit segít a házi munkában, illetve a gyerekek körüli teendőben, az szerintem sok mindentől függ. Egyrészt neveltetés kérdése is szerintem, tehát nagyon sokat számít az, hogy mit tanítottak neki otthon, illetve az is, hogy milyen példát látott otthon, tehát mondjuk az, hogy az édesapja mennyire segített mondjuk házi munkában. Én azt tudom, hogy én azt szeretném, hogy a kisfiamat Vincét úgy neveljük, hogy ő meg tudja csinálni ezeket a házi munkákat, és ne úgy fogja fel, hogy jaj, ez milyen ciki, hogy ő most nekiáll takarítani, vagy főzni, vagy mosni, hanem inkább legyen arra büszke, hogy ő igenis meg tudja ezeket csinálni, és hogy segítsen majd a párjának egyszer ezekben a dolgokban. Aztán az sem mindegy, hogy lakott-e például egyedül a férfi. Mert hogyha mondjuk az van, hogy 25 évig otthon lakott ugye az édesanyja mellett, aki tényleg ellátta mindennel és megcsinált mindent, aztán pedig összeköltözik egy nővel, tehát akkor gyakorlatilag folyamatosan van valaki, aki ugye megcsinálja helyette vagy neki a házi munkát, meg ezeket a dolgokat. Nem azt mondom, félreértés ne essék, hogy ha valaki otthon lakik nagyon sokáig, és utána pedig egyből összeköltözik mondjuk a barátnőjével, szóval, hogy akkor tuti, hogy olyan, aki nem segít a házi munkában, és mindent a nőre hagy, attól, hogy valaki otthon lakik sokáig, attól még igenis lehet házias, meg igenis segíthet sok mindenben, de azért az, hogyha egy férfi mondjuk akár évekig egyedül lakik, vagy akár mondjuk kollégista, mert az is sokat számít az önállósodásban. Szóval azért ezek a dolgok befolyásolhatják azt, hogy mondjuk mennyire önellátó és mennyire képes megcsinálni bizonyos házi munkákat, főzni magára, mosni magára. De persze láttunk már olyat is, hogy attól, hogy valaki egyedül lakik, az még nem jelenti azt, hogy meg tudja csinálni ezeket a dolgokat, hiszen van olyan is, hogy egy férfi elköltözik otthonról, de utána heti X alkalommal jár oda az édesanyja takarítani, főzni, mosni, vagy éppen fogad egy bejárónőt, vagy takarítónőt, szóval az, hogy valaki egyedül lakik mondjuk évekig, az sem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor tuti, hogy ő meg tudja csinálni ezeket a házi munkákat. De azért én azt gondolom, hogy azért ez mégis sokat számít, hogyha mondjuk egy férfi évekig lakott esetleg egyedül. Ami a gyereknevelést, meg a gyerekek körüli teendőket illeti, én azt gondolom, hogy ez is mindkét félnek a feladata, tehát nem csak az anyáé. Nyilván egyébként általában ezeknek a dolgoknak az oroszlán részét az anya csinálja meg, hiszen ő van otthon többet a gyerekekkel, ráhárul több teendő a gyerekekkel kapcsolatban, illetve a gyerekneveléssel kapcsolatban is, de ettől ebben még az apának is kötelessége részt venni, mert hogy a gyereket ugye ideális esetben ketten vállalják, tehát mindkét félnek feladata az, hogy foglalkozzon a gyerekekkel. Felmerülhet a kérdés, hogy mit lehet tenni, hogyha egy férfi nem igazán segít. Én azt látom, hogy ezen nagyon nehéz változtatni. Sokan vannak úgy vele, hogy jó, oké, most nem segít, majd biztos a gyerek érkezése meg fogja változtatni és segíteni fog. Hát én azt tapasztalom, hogy a legtöbb esetben nem változik meg a férfi annak hatására, hogy születik egy gyerek. Ha szeretnél ezen változtatni, akkor azt kezd el minél hamarabb, és beszéljetek erről, mert arra várni, hogy majd a gyerek születése meg fogja változtatni, és majd akkor észreveszi, hogy a feleségének vagy a párjának segítsége van szüksége. Szóval szerintem ne erre utazzatok, mert ez egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Valóban van olyan férfi, akiben így felébrednek az apai ösztönök, miután megszületett a gyermeke, és valóban megváltoznak ezek a dolgok, és tényleg rengeteget segít, de sajnos nem minden férfinél van ez így. Az első és legfontosabb tanácsom ezzel kapcsolatban az az, amire már az előbb is utaltam, hogy ha te úgy érzed, hogy nem segít neked eleget a férjed vagy a párod, de neked szükséged van segítségre, akkor beszélj vele. Néma gyereknek anyja se érti a szavát, a férfiak általában olyanok, hogy meg kell nekik mondani, hogy mi van, hogy te mit szeretnél. A férfiak nem gondolatolvasók, nem fogják kitalálni, hogy mit akarsz,
mondd meg neki, hogy mit akarsz. Ha nem veszi észre, hogy miben kell segíteni, akkor mondd meg neki, hogy miben kell segíteni, mutasd meg neki, hogy hogyan tud segíteni, de a lényeg, hogy beszéljetek róla, és ne várd azt, hogy magától lássa meg, hogy mit kell segíteni, mert nem minden férfi ilyen. A második tanácsom az az, hogy ha szeretnéd rávenni arra, hogy többet segítsen neked, hogy adj neki olyan feladatokat, amiket szeret csinálni, vagy legalábbis nem utál. Tehát ha mondjuk tudod, hogy utál mosogatni, akkor ne erőltesd a mosogatást, hanem mondjuk akkor inkább porszívózzon ő. Vagy hogyha tudod, hogy utál gyereket pelenkázni, bár ezt szerintem előbb-utóbb minden férfinek meg kell tanulni, de hogyha tudod, hogy utálja azt csinálni, akkor inkább csináld meg te a pelenkázást, de mondjuk etesse meg ő. Tehát próbálj neki valamilyen olyan feladatot adni, amit azért viszonylag szívesen csinál meg, amivel valóban azt érezheti, hogy hasznos segítséget tud nyújtani neked. És a harmadik tanácsom pedig az, és azt hiszem ez a leges-leges legfontosabb, hogy légy vele nagyon türelmes. Ne cseszegesd folyamatosan amiatt, hogy mondjuk nem jól csinálta meg, mert akkor tuti, hogy elveszed a kedvét attól, hogy segítsen neked. Mutasd meg neki, hogy hogyan csinálja, lehet, hogy nem fogja jól megcsinálni elsőre, sőt az is lehet, hogy még ötödikre sem fogja jól megcsinálni, de ha te folyamatosan cseszegeted emiatt és emlékezteted arra, hogy nem jól csinálja, akkor tuti, hogy nem fogja többet csinálni, és biztos lehetsz benne, hogy elmegy a kedve attól, hogy bármiben is segítsen neked. Én azt hiszem, ezek lettek volna a legfontosabb dolgok, amiket ezzel a témával kapcsolatban el akartam mondani nektek, viszont nagyon örülnék neki, hogyha a kommentben megírnátok egyrészt azt, hogy nálatok mi a helyzet, másrészt pedig azt, hogyha van valamilyen hasznos tanácsotok. Én itt most próbáltam egy-két ilyen általánosabb tanácsot adni, de ha nektek van valamilyen konkrét kis tippetek, trükkötök, akkor mindenféleképpen írjátok meg. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és nagyon köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Legyen szép napotok, sziasztok!